Megtelt a magyar-kanizsai kommunális közvállalat telephelye, ugyanis heti szinten gyűjtik be a község területén a kóborkutyákat, amelyet a felügyelőség által kiadott végzés, vagyis lakossági bejelentés alapján végeznek el. A kóborkutyák száma a párzási időszakban megnő, de ezek többségének előkerül a gazdája. Amikor befogjuk őket, akkor először is csippet olvasunk, megnézzük, hogy van-e gazdája. Ha van gazdája, akkor azonnal értesítjük a gazdáját. Ha nincs, akkor állatorvosi vizsgálatnak vetjük őket alá. Becsippezzük, csippet kapnak, és kikerülnek az ideglenes befogadó állomásra. Per pillanat hogyan áll a befogadó állomás? Per pillanat 18 kutya van kint, és a befogadó állomás kapacitása pedig 20, tehát majdnem, hogy telt ház van, mondhatjuk. Nagyon sok esetben kap a Magyar Kanizsai Önkormányzat felügyelőségi részlege is hasonló bejelentéseket. Ezekben az esetekben az illetékesek csak akkor tudnak intézkedni, ha az elkóborolt kutyának van gazdája. Ez általában úgy szokott lenni, hogy ha tudni, hogy ki a kutya, akkor elmegyünk a gazdát, felszólítjuk arra, hogy biztosítsa azt, hogy a kutyája ne járjon ki a közterületre, mert ez tulajdonképpen büntetendő, mivel hogy mindenki köteles a saját portáján belül tartani a kutyát, vagy megkötve láncon, vagy pedig a kerítést úgy kell neki megcsinálni, hogy ne tudjon kijárni a kutya a közterületre. A helyi közvállalat karöltve a Mancs Állatvédő Egyesülettel igyekszik biztos otthont találni a gazdátlan kutyáknak, de az illetékesek szerint egyre kevesebben vannak azok, akik menhelyről fogadnának örökbe házi kedvencet.